Sziasztok! A mai videóban erről a kütyűről lesz szó. Essünk is neki! Itt van tehát ez az Air Cooler, mobil klíma léghűtő készülék, JEDAC 66, innen vásároltam. Na most itt úgy hirdetik, mint egy mobil klíma, költséghatékony megoldást keresel. 70 wattos léghűtő készülék. Neked találták ki? Hát nem hiszem, hogy nekem találták ki. Nagyszerű eszköz, ajnározzák agyba főbe, de igazából, ahogy majd a videón kiderül, nincs mire felajnározni. Ajánlásba nem csak egy ventilátor, léghűtő csökkenti a hőmérsékletet a víz párolgása révén. Hát itt a szobában semmit nem csökkented, mert még mindig 30, hát 29,8 fok van. Na, mindegy, én nem olvasom ezt végig, be fogom linkelni a videó alá ezt az oldalt, és akit érdekel, az elolvashatja. Nézzük az eszközt. Nézzük, hogy mit tud ez a ketyere. Amint láthatjuk, van egy kikapcsoló gomb, alacsony fokozat, közepes fokozat és magas fokozat. Ezzel a ventilátornak a fokozatait tudjuk állítani. Van egy swinging mód, ami azt jelenti, hogy az elejében található függőleges lamellák így jobbra-balra mozognak, mint egy rendes mobil klímába. Van még itt egy gomb, ez pedig a szivattyút, vagyis a vízpumpát működteti. Úgy reklámozzák ezt a ventilátort, hogy mobil klíma szerűség, hűti a levegőt, ez a neve is, hogy Air Cooler, de igazából én most ezt fogom nektek bemutatni a videóba, hogy ilyet senki ne vegyen, teljesen felesleges, mert nem jó semmire se. Mindjárt kiderül, hogy miért. Itt látható, ez az eleje. Ezt a lamellát kézzel lehet nyitni, zárni, és a függőleges lamellák mozognak benne, ahogy megnyomjuk ezt a gombot. A ventilátor az itt van, egy állított mókuskerék van benne, és itt pedig egy rács látható. Na most én azt hittem, hogy ez az egész teljes szélességébe fújja a levegőt. Nem. Hátul van egy szénszűrőnek mondott papírszűrő, amin innen fentről lefolyik a víz, amit alulról felszivattyúz egy motor, átfolyatja a jegen, és elvileg ezzel hűti a levegőt. Nem. És amit még észrevettem, hogy itt szívja be a levegőt, jobbára, itt pedig kifújja. Itt hátul nagyon kevés levegőt szív be. Teszteljük le, úgyhogy teszünk bele vizet, bekapcsoljuk a szivattyút, és a benne lévő jégakukat pedig lefagyasztom. Nézzük! Ez lenne tehát a szénszűrőnek nevezett papírszűrő. Ez igazából semmi más, csak egy darab papír. Ide lefolyik a víz, itt átfolyik rajta, itt alul pedig a gyűjtő csatornába belefolyik ide a tartály aljába. Itt van tehát a vizes tartály, itt van egy szivattyú, és igazából ez szívja fel a vizet egészen ide a tetejéig. Most feltöltöm hideg vízzel, már amennyire lehet hideg vízzel. Beleteszem a jégakukat, bekapcsoljuk, megnézzük a szobahőmérsékletet, és megnézzük, hogy milyen hőmérsékletű levegőt fúj ki. Mielőtt még kipróbálnánk a gépet, megnézzük, hogy a légszállítási hatékonysága milyen. Most a legalacsonyabb sebességfokozaton megy, és megnézzük, hogy itt hátul mennyire szív hatásosan.
Hát igen. Tehát látszik, hogy ezen a részen semmit nem szív a ventilátor. Ezen a körülbelül három lyukon, ezen a három lyukon szív valamennyi levegőt. Hát 3-4-5 lyukon esetleg. Nézzük, hogy miért. Itt belül végig egy fekete műanyag burkolat van. És itt van a ventilátor középen, de eddig a vonalig le van burkolva. Tehát ezen a részen szív csak levegőt. A helyzet elől sem jobb. Nézzük akkor meg, hogy hány fokos levegőt fúj alaphelyzetben a gép. Szoba hőmérséklete jelenleg 29-28 fokos. Ez így is van. Légáramlásban nincsen különbség, 28-29 fokos levegőt fúj a gép. Jó, hozok bele hideg vizet és hozok bele jégakut. Megy tovább az eszköz, ahogy láthatátok, raktam bele vizet a víztartályba, hideg csapvíz, valamint raktam bele két darab lefagyasztott jégakut, egész nap a fagyasztóban voltak. És most akkor kapcsoljuk be a vízkeringetést. Közben mérjük a levegőt. Áramlik a víz. Tehát igazából szerintem nem kell semmit sem mondanom. A teljesítmény jól látható. Semmi. Pedig már megy egy jó ideje. Még a teteje is hidegebb, mint amilyen levegőt kifúj. Úgyhogy ilyet senki ne vegyen. Szevasztok!